Sziasztok! Itt a tavasz! Te levágottad már a hajadat? Esetleg megváltoztattad a frizurádat? Vagy barnából szőkére festetted át a hajszínedet, vagy szőkéből barnára? Ha még nem tetted meg, előfordulhatra megteheted, hiszen ahogy a természet élet tavasszal, úgy élet fel bennünk nőkben a vágy, hogy megváltoztassunk valamit a külsőkön. A legegyszerűbb módja ez pedig a frizurák, a hajszínű megváltoztatása. László Krisztina vagyok, a Marikár magazin főszerkesztője, és most néhány percre a júniusi szépséganyagú fotózására invitálok el benneteket, ahol a főszereplő a haj. Szeretnék az olvasóinknak ötleteket adni, hogy hogyan tudják percek alatt megváltoztatni a frizurájukat, és akár egy nap két-három különböző frizurával közlekedni a városban. Bizonyára észrevettétek, hogy mostanában a hosszú haj a divat. Lehet ez göndörhaj, lehet ez egyenes haj, feltűzött haj, vagy egy csattal, vagy egyéb kiegészítővel megvonalított frizura. A hosszú hajban rengeteg kreativitás, rengeteg játékosság rejlik, amivel mi nők szeretünk foglalkozni. Itt a fotózáson most szeretném bemutatni nektek fodrászunkat, Travist, Károly Márkot, szia Márk, akivel elég sokat szoktunk együtt dolgozni fotózásokon. És én csak azt szeretném megtudni, Márk, hogy tényleg igaz ez, hogy most az hosszú haja divat? Mert hogy az utcára kinézel, akkor minden fiatal lánynak hosszú a haja. Szerintem igazából minden korban a hosszú és a rövid hajak is egyaránt divatosak. Én azt figyeltem meg, hogy talán igen, az utcai hajviseletben mostanában még mindig tartja magát a hosszú, kicsit a váll környékig érő formák is. Uh-huh. És ti fodrászok szeretitek, hogy ez a hosszú haj, ez így még egy nagyon trendi? Hiszen azt gondolom, az ember, hogy egy fodrász imád hajat vágni, imád új frizurát csinálni, és egy sima hosszú hajban hát mit lehet csinálni? Hát ugyanúgy elég nagy kreativitás a hosszú hajban is. Mind formákban, vágásban és formázásban is, úgyhogy igazából szeretjük a hosszú hajat, ugyanúgy. De ezért a hosszú hajat is kell vágni idővel, nem? Igen, igen, mindenképp. És ez miért szükséges? Hát ugye, hogy egészséges legyen a hajvég, hogy az, ami egy picit mechanikailag vagy a festéstől sérült, azokat a végeket eltávolítsuk, és egy kicsit kompaktabb formák legyenek. Illetve hát ugye maguk a hosszú hajformák is eléggé sokszínűek tudnak lenni, átmenetes, vagy van egy hosszú haj. De és ezek a hosszú haj frizurák most milyen színekben a leggyakoribban? Most a szőke, a barna, a vörös, a fekete, melyik a divat? Talán a leggyakoribb a természetes hajszín a mindenkinek, az esetleg felfrissítve egy picit világosabb hajvégekkel. Tehát egy ilyen átmenetes, akár egy picit sötétettővel és egy kicsit világosodó hajvégekkel, de talán a világosabb textúrát most. Igen, volt egy idő, amikor volt az ombre módszer, hogy más színű volt a töven, és más volt lejjebb. Ez még mindig divat? Igen, szerintem még mindig divat, de minél természetesebben, tehát nem egy elvágólagos egyenes vonallal, hanem egy finom átmenettel. Uh-huh. És mit szólsz Anna hajához? Egy nagyon szép színű, és nagyon szép anyagú is a haján, úgyhogy jól vele dolgozni. Gyere, Anna, fordulj meg, mutatkozzak te is! Ő dolgosatna. Ami nagy kedvencünk, most ő a szépséganyagunknak a főszereplője, az ő frizurán, ő haján mutatjuk be azokat a variációkat, amivel lehet játszani. Anna, neked mindig ilyen hosszú volt a hajad? Mondhatjuk, hogy igen, mindig ilyen hosszú volt. Ennél rövidebb is volt már, de most növesztem, illetve most a héten volt vágatva is, mert így visszállnék a vágatni is. A modellnek fontos is, hogy milyen a minőségű a haja? Akkor válogatnak titeket a modellválogatáson, vagy utcára, akkor nézik? Persze, fontos úgy, hogy megy oda a castingra, hogy ápolt legyen. Igazából annyira belülni nem kell a hajat, az a lényeg, hogy frissen mosott legyen. Uh-huh. Mert abból... ez egy jó minőség is. Igen, szerencsére is jó haja, az nem biztos, hogy labdába rúg. Igen. És nagyon sok nő azért nem vállalja a hosszú hajat, mert azt mondja, hogy macerás, hogy a hosszú ideig megszállítani, meg beszállítani. Neked mi a véleményed? Hát szerintem attól függ, hogy milyen vastagságos. Az én hajam nagyon gyorsan, vagy igen, gyorsan megszállítani, és fölül közelni.
vastagságú, és sokat bemutatnátok, hogy mi a kedvenc figurád? Hogy hogy szoktak oldani? Hát így kiengedve. Igen? Illetve... Én nagyon egyszerűen szoktam oldani. Nagyon jó lány, mint a természetességnek, úgyhogy... Na, hát majd most remélem, hogy te is kapsz ötleteket ebben a szép fotósorozatban, mint ahogy ti is, kedves olvasók, kedves követőink. Úgyhogy tanácsolom, hogy a következő lapszámokat a május elején megjelenő új lapszámot majd vegyetek kezetekbe, és nézzetek meg, hogy milyen új öt frizurát tudok bemutatni nektek, amilyen ilyen szép, hosszú hajból lehet majd elkészíteni. További szép napot kívánok nektek, kövessetek minket ezentúl is a Facebookon, és nézzétek meg majd ezt az anyagunkat. Sziasztok!